Ahogy ígértem, már is kezdünk közéleti magazinunkkal. Fodor Krisztián missziósként már bemutatkozott televíziónkban, ezúttal zarándokként is leteszi névjegyét. Ismerkedjünk meg legújabb kalandjával. Krisztián, mindenkinek beszélj egy kicsit nekünk erről a tábláról, amit a kezedbe tartasz. Mit kell róla tudnunk, és hova szoktad tenni, hol használod egyáltalán? Ez a tábla, ez annyit jelent Pécs-Budapest, hogy ezekkel a táblákkal szoktam itt Magyarországon közlekedni. Hát tulajdonképpen stoppolni szoktam nagyon sok fele, és ez azért is jó ez a tábla, mert ilyenkor az emberek, akik mennek kocsival, akkor látják azt, hogy hova szándékozom menni, és akkor gondolom, hogy így akkor tudnak jobban vinni. Tehát mennyire készségesek az emberek által? Hát ez kicsit most már vitatom ezeket a dolgokat, mert hát elég más világban élünk, tehát régebben azért sokkal jobban ment az autostop, mint manapság, de hát én úgy gondolom, hogy most már elég nehéz stopot kapni. Tegnap is, mikor elindultam Pestről, 11 óra alatt értem ide le Pécsre. Az igen húzos. Hát igen, úgyhogy máskor mindig van 3-4 óra alatt már azért Pécsen szoktam lenni. Pár hónappal ezelőtt jelezted, hogy innen Bolyból elindulsz egy zarándok útra. Mit kell tudnunk erről az útról, és hogyha már stoppolásról beszéltünk, itt is egy jelentős stoppolást kellett megtenned, hiszen Spanyolországba kellett eljutnod. Kicsit mesélj erről az útról is, ennek a viszontosságairól. Hát március 26-án indultam el Magyarországról. Hát Rédicsen keresztül stoppal egész Dél-Franciaországig, és hát tulajdonképpen eljutottam stoppal Saint-Pierre-portig, és akkor onnét meg 780 kilométert legyalogoltam Santiago de Compostela-ig. Na most Santiago de Compostela-ról annyit kell tudni, hogy Szent Jakab apostolnak a sírja található ott, és hát ugye valamikor az 1800-as évektől járják ezt az utat nagyon sok zarándok. Én úgy tudom, hogy a könyvet olvastam, hogy királyok, uralkodók, színészek járták ezt végig, ezt a nem kis feladatú célt. Tulajdonképpen hát annyit kell tudni róla, hogy hát ilyen hegyeken keresztül kell menni, völgyeken keresztül, autópályákon. Ott van egy ilyen kiépített út, és akkor azokon kell végig menni. De az a jó, mert a zarándokokat segíti, hogy van egy ilyen tábla, tehát egy ilyen sárga nyíl, meg ilyen kagylóféle tábla, és akkor azok mutatják a első utat, hogy merre kell menni a zarándoknak. Mesélj egy kicsit a lelkületéről egy ilyen zarándokútnak. Mit élnek meg azok, akik végzarándokolnak közel 800 kilométer? Hát, mint említettem, nagyon nehéz zarándok ez a, szóval nagyon nehéz zarándokút ez. Tudnék, hát olyan 18-20 kilométereként gyalogoltam le először, aztán igyekeztem végig csinálni több napokon keresztül 30-35-40 kilométereket. Akkor megérkeztem Saint-Pierre-portba, akkor összejöttem három sráccal, kettő írországi fiúval, meg egy ausztráliaival, és tulajdonképpen egy hétig keresztül velük mentem. Együtt voltunk, úgy lehet mondani, 24 órán keresztül, és hát ugye soha nem engedték nekem azt, hogy fizessek zarándok szállásra pénzt, mert tudnék, én mondtam nekik, hogy én missziós tevékenységet folytatok. Hát ezek a zarándok szállások olyan, hogy 5-7 eurót kellett fizetni egy éjszakánként, és körülbelül olyan, hát ezen a zarándok szálláson olyan 50-60-an is vannak, úgyhogy hát nem egy kellemes érzés ilyen helyeken megszállni, de hát reggel 7-kor fölkeltünk, elindultunk, és valamikor 4-5 órakor érkeztünk meg a közeli falukba vagy városokba. Nekem igazából a nagyvárosok nem annyira tetszettek, mert hát igazából elvesztettük a zarándoknak a jelét, tehát ezt a sárga nyilakat. Tehát mindig kellett kérdezni az utcán, hogy camino, 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 és akkor mondták a spanyolok, hogy sí, úgyhogy arra kell egyenesen menni, vagy mit tudom én, jobbra vagy balra, úgyhogy mondjuk ez jó, hogy ezt tudják az emberek, hogyha nem is beszélnek angolul, mert sokszor volt olyan, hogy eltévedtem.
volt olyan, hogy 2-3 méterenként, tehát kilométerenként egy kicsit arrébb mentem, holott rossz úton mentem, de azt mondtam mindig, hogy kaminókot tudták, hogy merre kell menni. Miért tartottad fontosnak, hogy részt vegyél ezzel a zarándoklaton? Hát tulajdonképpen engem 5 motiváció késztetett arra, hogy ezt végigcsinálom, ezt a kaminót. Tulajdonképpen először felajánlottam az Úr Jézus Krisztusért, utána a szűzanyáért, akkor a Szent Jakabért, akiért ezt az egész utat végigcsináltam, akkor Szent Kristófért, az utolévők védőszentjeiért, és természetesen az életemben elkövetett bűneimért ajánlottam föl. Tehát ez az 5 motiváció készített arra, hogy ezt végigcsinálom, ezt a nem könnyű zarándokutat. És tulajdonképpen annyit kell még tudni, hogy élelmet azt innen vittem, Bolyból pontosan. Itt vettem meg a 40 konzervet, 2 nutellát, akkor negró cukrot, meg ilyeneket vittem magammal. Tehát amit tudni kell, hogy 15 kilós volt a hátizsákom, ami nem volt könnyű, mert ugye ezt éjjel-nappal cipelni kellett, ezeket a nehéz kilókat. Ezen kívül nagyon sok jó emberrel ismerkedtem meg. Voltak zarándok úton olyan emberek, akik Argentinából jöttek, Brazíliából, Egyesült Államokból rengetegen jöttek. Szóval azt lehet mondani, hogy a világ minden részéből jöttek zarándokok, és hát nekem nagyon megtetszett ez az út, és hát úgy gondoltam, mert amikor hazajöttem Pécsre, hogy ez volt az első és utolsó, hogy ezt végigcsináltam, és hogy eltelt egy hét, és akkor rájöttem, hogy lehet, hogy ezt jövőre még egyszer végigcsinálom, ezt a zarándokutat, mert ez nagyon-nagyon tetszett nekem. És tulajdonképpen szereztem magammal egy jó utitársat, egy jó barátot, egy botot, mondjuk egy erdőből, és tulajdonképpen 700 kilométeren keresztül az kísért engem bottal, mert ez nagy segítség volt, mert amikor föl kellett menni a 1800 kilométeres hegyre, akkor bizony meredekem, akkor bizony ez nagyon nagy segítség volt ez a bot. És amikor esett az eső, mert volt olyan, hogy esett 4 napon keresztül az eső, akkor hatalmas pocsolyákat akkor ezzel tudtam kikerülni. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt számomra. Aztán volt, amikor teljesen eláztam. És ugye a zarándokok, vagyis a zarándok szállások egy bizonyos idő után kinyitnak. Mert tudjuk, hogy délután 2-től van siesta, 4 óráig, és vannak olyan boltok, akik ki se nyitnak utána. És akkor hát bementem egy ilyen zarándok szállásra, és akkor hát tulajdonképpen ott láttam, hogy a férfi WC-ben volt egy ilyen, meg a női WC-ben ilyen készszárító, és akkor gyorsan az egész ruhámat megszárítottam, de fáztam is. És akkor ennek alapján én nem keseredtem el, mert azt mondtam, hogy nekem a 30-40-45 kilométereket, sőt, még túlabb megyek. Volt, amikor 50 kilométert is gyalogoltam. Ezt azért tettem, mert tudtam azt, hogy már nem sok hiányzik az zarándokútból, és tudtam azt, hogy most már csak 40 kilométerre leszek Santiago-tól, és ezért siettem, hogy ezt minél hamarabb megcsináljam, és nagyon fárasztó volt ez a napi 50 kilométereket megtenni. Én úgy gondoltam, hogy most már jó lenne, hogyha minél hamarabb most már megérkeznek, mert fáradt is voltam, tehát igazából az ember, amikor megérkezik egy ilyen zarándok szállásra, akkor alkalmazkodni kell a többi zarándokokhoz. Hát kicsit kellemetlen volt, mert sokan horkoltak, vagy éppen beszélgettek hajnalig, és akkor úgy kellett rájuk szólni, hogy szeretnék aludni, és hát kicsit csendesen maradjanak. Hát volt, akik ezt tudomásul vették, de volt, akik nem. De én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen jól tettem, hogy ezt megcsináltam, ezt az utat, mert én ezt erre nagyon-nagyon régóta készültem. Tulajdonképpen itt Bolyon elmentem a megyei könyvtárba, és hát kikölcsönöztem a Shirley MacLaine-től azt a könyvet, aminek az a cím, hogy Camino. És tulajdonképpen ez a könyv buzdított arra, hogy én ezt a Camino zarándokutat végigcsináljam, és egy nagyon-nagyon jó érzés volt azt is tudomásul vegyem, hogy voltak olyan helyek, zarándokszállások, ahol maga Shirley MacLaine is megfordult.
Természetesen az élet megy tovább, hazatértél a Zarándok útra, és újabb misszióra készülsz, hiszen a bolyiak, akik megismertek korábban, tudják jól, hogy missziósként tevékenykedtél a világszinten meg annyi tájékán. Az úti cél most Anglia lehet, London, és ha minden igaz, akkor ehhez kaptál egy kis bolyi támogatást is. Igen, hát akkor itt voltam, itt dolgoztam, mint önkéntes, akkor polgármester volt, megkértem, hogy esetleg támogatná azzal, hogy ki tudjak menni az angliai missziós utamra. Tehát megmutattam a missziós levelet, amit kaptam angolul Londonból, és hát a polgármester úr olyan rendes volt, hogy tényleg adott nélkül kis összeget, és hát fapados repülőjárattal úgy néz ki, hogy szeptember közepén akkor el tudnék menni Londonba, mert két levelet is kaptam a misszióból, hogy ilyen hajléktalanokat kellene etetni, szóval hajléktalanokkal kellene foglalkozni, és úgy gondoltam, hogy ha esetleg ott vagyok kint, akkor lehet, hogy vagy magyarok által, vagy egyházi réven szeretnék egy ilyen missziós gyűjtést rendezni. Hát a 11. missziós utamra, az pedig jövőre lenne vagy Panama, Nicaragua, vagy Honduras. Tehát ezek olyan országok, közép-latin-amerikai országok, ahol nagy szegénység van, és hát ott is, hogyha vannak Teréz anya nővérek vagy testvérek, akkor oda tudnék menni segíteni, ugyanazt a missziós munkát végezni, amit ugye számtalan országban végigcsináltam. Tehát itt is ugye betegekkel foglalkozni, etetni, itatni, fürdetni, tisztába tenni, tehát ilyen fajta jellegű munkát szeretnék majd tovább folytatni, és én úgy gondolom, hogy ezt már annyira megszoktam ezt a fajta munkát, hogy én úgy gondolom, hogy mást nem is tudnék nagyon csinálni, pedig valószínű, hogy szép lenne egy családi életbe élni, de hát így nem lehet családot vállalni, ahol az ember állandóan úton van.